Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. A téma, hogy miért húzódik vissza a csigaházába, miért nem jelentkezik, az is előfordulhat, hogy letiltott téged. A kérdés az, hogy mikor lesz kapcsolat, mi a terve, hogyan alakulnak a dolgok. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást, akkor az személyes passzol a te helyzetedre. A díjam 4000 forint. A fő téma itt van középen. Ez jelenti azt, hogy legyen meg a hited. Legyen meg a bizalom, hogy minden jóra fordul. Ő közeledni fog hozzád. A kártyák mutatják azt, hogy mi van vele, vagy hogyan alakul minden. Itt látható ezen a képen, hogy sokat töpreng. Valami nyomasztja őt. Vannak gondok, nehézségek, álmatlan éjszakák. Az a fontos, hogy megtalálja a nyugalmát. Sőt, az is lehet, ezért nem jelentkezik most, mert kell ez a nyugalom számára. Kell egy elképzelés is. Itt látható ez a királynő, ha te egy hölgy vagy, akkor téged szimbolizál ez a kártya. Ezek az ő elvárásai, hogy te hozz fontos döntéseket, hogy tisztázódjon valami, hogy te keresd a kapcsolatot, de ez nem könnyű helyzet, hiszen itt látható ezen a képen, hogy minden olyan gyönyörű körülötted, de mégis benne vagy ebben a szűkös helyzetben, vagy nem tudod, hogy milyen lépéseket kellene hoznod. Az is lehet, hogy nem tudsz lépni, mert például ő letiltott téged. Akkor válj türelmesen, legyen meg ez a bizalom, ami itt középen látható, hiszen ennek van eredménye, ő jönni fog. Itt látható a tűz eleme, ami aktív, és lépéseket tesz irányodba, sőt, vannak különböző lehetőségek, vagy sok minden változik körülötte. Ami még nagyon fontos, hogy ő szeret téged, hiszen itt látható ez a szív, megbízhatsz ebben, sőt, itt lesz egy közeledés, átölel téged, találkozni akar veled, és a gyermek jelent már egy új kezdetet. Itt kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek. Légy magabiztos, nem kell tenned semmit, ő jön magától. És amire most szüksége van, ez az erő, hogy be tudja bizonyítani magát mások előtt. Vagy ez az erő, lehet egy belső erő is, ez a hit, hogy hisz abban, hogy kialakul egy párkapcsolat, hogy jóra fordulnak a dolgok. Számodra is fontos most ez a bizalom. És ez volt az általános szerelmi jóslás. Miért húzódik vissza, miért nem jelentkezik nálad? És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!